Kistelek plébánosát, Antal Imrét kérdezzük az adventről és az adventi időszakról. Kistelek plébánosát, Antal Imrét kérdezem az adventről, advent üzenetéről és az adventi időszakról. Először is köszöntöm. Mit tudhatunk adventről, és miért is fontos ez az emberek életében? Köszöntöm én is Önt és a televízió nézőket. Minden évben van advent, de úgy is mondhatnám, hogy az egész életünk egy advent, hiszen az advent az várakozást jelent. És hát életünk során nagyon sokat és sok mindenre várakozunk, vágyakozunk. Tele vagyunk várakozással. Ugye a feleség várja haza a férjét, gyerekek, szülőket, nagyszülők, unokákat, várjuk a fizetésünket hó végén, aztán várjuk a kitűzött programjainknak a megvalósítását, várjuk a tanulmányainknak a befejezését, várjuk a vizsgáinkat, és sorolhatnánk tovább. Folyamatos várakozás az életünk. És ez kell is. Emlékszem, hogy amikor engem pappá szenteltek, és ilyen értelemben az életemnek a legfőbb vágya, hogy a hivatásom, az élethivatásom beteljesedjen, akkor ez egy nagy öröm volt. Hogy na végre beteljesedett. De amikor papszentelés után egy-két héttel úgy rádöbbentem arra, hogy na, akkor amire eddig vártam, az beteljesült. Mi a következő? Mire várjak? Mindig kell lenni valaminek, amire az ember vár. Amire az ember vágyik, hiszen ez motivál bennünket. És ez ad az életünknek értelmet, örömet. Úgyhogy érdemes talán minden napra kitűzni valamit, amire várhatunk, vagy amire vágyhatunk. Hogy az életünknek legyen egy olyan belső vágya, hajtóereje, ami nem csak olyan egyoldalú, lapos, hát jól megszokott élet, hanem azért legyen bennünk vágyakozás, várakozás arra, hogy valamit meg akarunk valósítani, valamit el akarunk érni, stb. Na most adventben, ugye az advent, mint latin kifejezés, az Úr jövetet jelent. Adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele. Adventben erre készülünk, az Úr eljövetelére. Na most mi, keresztények, erre két értelemben gondolunk. Ugye az egyik, mivel karácsony ünnepét előzi meg, ez az adventi időszak, ezért hát karácsony ünnepére, azaz Jézus születésének a megünneplésére készülünk, vagyis egy olyan eseményre, ami már 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Ugye? Tehát olyanra vágyakozunk, olyanra vágyunk, olyanra készülünk, ami már megvalósult. Egy másik értelme azonban az Úr eljövetelének az úgynevezett világ végén való eljövetele az Úrnak. Hiszen ő maga ígérte meg, az evangéliumban olvassuk, hogy el fog jönni. Ennek az idejét, időpontját nem tudjuk, nem ismerjük. Éppen ezért van az, hogy folyamatos készületben, készen létben kell lennünk, hogy amikor majd eljön, akkor ne érjen váratlanul bennünket. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy egész életünk egy adventi készület, adventi várakozás az Úr eljövetelére, megérkezésére. Na, hogy ez most hogyan fog történni, azt ugye Jézus nem mondta meg, nem tudjuk. Vagy hogy ez milyen formában fog megtörténni, megvalósulni. Hogy ez minden embert egy időpontban érint, vagy külön-külön, mind személyt egyenként, erről nem tudunk. Tehát az Isten az egy akkora titok, hogy föl sem tudjuk fogni. Minden esetre azért útmutatásokat adott az embernek, hogy hát
vágyjunk rá, és várjuk a vele való végső találkozást. Az advent ezt is jelenti. Az Úrral, az Istennel való végső találkozásra való készület. És hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt egyáltalán nem tudjuk. Ezért kell folyamatos készenlétben lennünk. Ugye valaki megígéri, hogy el fog jönni, de nem mondja meg, hogy mikor jön. Mondjuk egy édesapa, aki távol van a családjától, haza telefonál és azt mondja, hogy jönni fogok. De nem mondja meg, hogy mikor. A család várja. Ugye készül az ő jövetelére, érkezésére. Így vagyunk az Istennel is. Tehát az advent az Úr eljövetelére való vágyakozás, várakozás, állandó éberséget és állandó készenlétet kíván az embertől. Ehhez az időszakhoz különböző gyakorlatok tartoznak. Ugye advent egy 4 hetes időszak a katolikus egyház életében, és ennek a 4 hétnek vannak úgynevezett jelképei, szimbólumai, az egyik ilyen az adventi koszorú. Az adventi koszorút egy német evangélikus lelkész találta ki az 1800-as években, és később ezt a katolikus egyház is átvette. A német lelkész ugye nem 4 gyertyából álló koszorút készített, hanem 24 gyertyából álló koszorút. Ez azt jelenti, hogy ő a hétköznapokat is megjelenítette ezen a koszorún. Mi keresztények csupán 4 gyertyát használunk az adventi koszorún, ami a 4 vasárnapot jelképezi, vagyis az adventi időszaknak a 4 hetes időszakát. A 4 gyertyát 4 vasárnapon gyújtjuk meg, advent első vasárnapjától egészen advent 4. vasárnapjáig. A gyertyák, ugye a színük 3 lila és 1 rózsaszín. A lila szín az a bűnbánatot jelképezi az adventi időszak, ugyanis a bűnbánat időszaka. A 3. gyertya azonban rózsaszín. Ez a rózsaszín az öröm színe, az öröm jelképe, és ezt ugye advent 3. vasárnapján gyújtjuk meg, az úgynevezett Gaudete vasárnapon, vagyis az öröm vasárnapján. Ugye ilyenkor egy kis fellélegzés van, amikor is arra hát emlékezünk, vagy arra összpontosítunk, hogy hamarosan itt van az ünnep. Az adventnek, vagyis az adventi koszorúnak a megjelenésében nagyon szép a kör alak, és azon pedig a zöld színű fenyő ágak. Az, hogy egy kör alak, ez az egész koszorú, az a teljességet jelképezi. A zöld ágak pedig a reményt. A zöld az ugyanis a remény színe. A keresztény embert, meg minden egyes embert ez arra hív, hogy reménységgel éljük az életünket. Van reményünk. A kör az pedig, amint mondottam, a teljességnek a jele, ami arra utal, hogy Isten az ő teljes valójával ajándékoz meg minket, tehát az ő szeretete végtelen. Ugye a kör alak az a végtelenséget is jelenti, tehát hogy végtelenül szeret bennünket, és hát ez mint jelkép azt üzeni, hogy ennek örülnünk kell. A másik, az adventnek egy másik szép hagyománya, szokása az úgynevezett rórát és szentmisék, amik hajnalban vannak, ugye sötétben kezdődik, és már pirkad, amikor vége van. Ez is ugye a
világosodás, hogy valamit sötétben kezdünk el, és már világosodik, amikor vége lesz, tehát az Úr eljövetelére utal magára Jézusra, aki ugye születésével világosságot, fényt gyújtott a sötétségben. A sötétséget messze űzi, és az adventi koszorún a hétről hétre meggyújtott gyertyák is a fénynek a nagyobbodását, a fénynek a teljességét jelzik, hogy Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban fény gyújtott ebben a világban, és nekünk nem sötétségben kell élni és botorkálni, hanem van fényünk, van reményünk. Egy kínai közmondás szerint jobb meggyújtani egy gyertyát, mint a sötétségről panaszkodni. Éppen ezért az adventnek egy nagyon szép gyakorlata lehetne az, amit ajánlok mindannyiuknak, hogy ne a panaszkodás, ne a sötét dolgok, ne a kudarcok, a reménytelenség jellemezze az életünket, hanem ellenkezőleg. Az öröm, a jóság, a szeretet. Ugye karácsony ünnepére készülünk, a szeretet ünnepére az egyik leghangulatosabb ünnepünk, és hát ilyenkor egy picit a szebbik arcunkat próbáljuk mutatni, nagyobb figyelemmel fordulunk embertársainkhoz, különösen a szegényebbekhez, elesettebbekhez, és ez egy nagyon szép dolog. Minden esetre azonban érdemes odafigyelni magunkra is, mert az nagyon szép, hogyha másokra figyelünk. De adventnek az igazi lényege a befele fordulás. Hogy figyeljek oda magamra, a saját életemre, ki is vagyok én, hogyan élem az életemet, hogy mennyire vagyok magammal szemben igényes. Másokkal szemben igényesek vagyunk, mert ha valamit teszünk, valamit adunk, akkor arra törekszünk, hogy a legjobbat, a legszebbet, a legigényesebbet adjuk. Akár munkánkban is. De magammal szemben mennyire vagyok igényes, mennyire figyelek oda magamra. Éppen ezért ebben az időszakban, de máskor is, érdemes odafigyelni például a saját egészségünkre. Mennyi időt fordítok például erre? A pihenésre, mondjuk. Vagy a mozgásra. Vagy az egészséges táplálkozásra. Hogy ezek jelentenek-e valamit az én életemben? Ugye manapság azt mondják, hogy dolgozni kell, menni kell, hajtani kell, pénzt kell keresni, stb. Csak kérdés az, hogyha reggeltől estig dolgozunk, gazdagabbak vagyunk-e? Jobban fogunk-e ezáltal élni? Nem hinném. Hát igényes lenni magammal szemben azt jelenti, hogy figyelek a testi-lelki egészségemre. Tehát a testi egészség, a lelki egészség, ha nincs összhangban, akkor valahol elferdül az életünk. A épp testben épp lélek, ismerjük a mondást. Tehát, hogyha az ember folyamatosan túlhajszolja magát, nem ad magának időt a megállásra, a pihenésre, a testi feltöltődésre, akkor lelkileg is kiüresedik. Éppen ezért fontosnak tartom a megállást, a megnyugvást, a testi felüdülést. És ehhez nagy bátorság kell, mert ez nem lustaság, ez nem tétlenség, hanem ez a saját magam javát szolgálja. És erre szükségem van. És nagy dolog az, hogyha ezt bemerem ismerni. Ugye sokszor szégyennek tartjuk azt, hogy mi most éppen nem csinálunk semmit. Mert azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk mi jók, hogyha folyamatosan aktívkodunk, hogyha folyamatosan szervezünk valamit, vagy éppenséggel reggeltől estig dolgozunk. De aztán ezeknek a következményét is látjuk, mert elhanyagoljuk elsősorban magunkat, elhanyagoljuk a környezetünkben lévőket, családtagjainkat, gyermekeinket, és meglazulnak ezek a kapcsolatok. És hát mondjuk meg őszintén, hogyha valakinek a családtagjaival való kapcsolata meglazul, meggyengül, akkor az lelkileg is meggyengíti őt. És tudjuk, hogy ennek mi a következménye. Az eltávolodás.
már nem érzem azt a tüzet, már nem érzem azt a lelkesedést, már nem érzem azt a vonzalmat a feleségem iránt, férjem iránt, gyermekeim iránt, ami addig volt. Miért? Azért, mert rohanásban élünk. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy van valami fontosabb. Ugye azt gondoljuk, hogy akkor biztosítjuk családunknak a jólétet, hogyha anyagilag mindent megteremtünk számukra. Az igazság azonban ennek a fordítottja. Akkor vagyok békében magammal is és velük is, hogyha figyelek rájuk, hogyha időt szállok rájuk. Ezt az időt azonban nem szabad megspórolni. Éppen ezért azt mondanám és azt javasolnám a kedves nézőknek is, hogy az adventi időszak, a készület időszaka az ne a rohanásban, ne a produktumban nyilvánuljon meg, hogy én mit tudok adni, vagy mit tudok vásárolni neked, vagy milyen nagy ajándékkal tudlak téged meglepni, hanem érezzem át, és fedezzem fel azt, hogy az igazi ajándék az én vagyok, és az a másik, aki hozzám tartozik. Nem tudunk egymásnak nagyobb ajándékot adni, mint saját magunkat. Mi vagyunk a legértékesebb ajándék, és ha készülni akarok valamivel, valami ajándékkal a másik számára, akkor a saját életemből készítsek ajándékot. Hogy számíthat rám, hogy itt vagyok, hogy leülök veled, hogy meghallgatlak téged, hogy elmondhatod a dolgaidat, és én is elmondhatom neked, hogy a gyerekekkel tudok játszani, és felszabadultan tudunk együtt lenni, és nincsen semmiféle belső kényszer, hogy nekünk most éppenséggel mást kellene csinálni. Együtt vagyunk, szeretetben, békességben, nyugalomban, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék nincsen. Test és lélek munkálása nagyon fontos. Ugye itt a mentál higién és segítség nyújtás, azt gondolom, hogy ennél komolyabb segítségnyújtás nincs, amikor önmagunkon segítünk. Ugye segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tehát fontos, hogy igényesek legyünk a saját testi, lelki egészségünk megtartása, fenntartása érdekében, és ezért mindent meg kell tennünk. És legfőképpen pedig nem spórolhatjuk ki belőle az időt. Az időt önmagunkra, és az időt a másikra. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor hiszem azt, hogy összhangban lesz az életünk. Katona Szonya egy Balázscsán melletti tanyán készíti szobrait. Őt kérdeztük a munkásságáról. Balázscsán vagyunk, Katona Szonya szobrásznál. Köszöntelek. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan is jött a te életedbe ez a szobrászkodás, és ez az egész, amit csinálsz. Hát igazából ez már a gyerekkoromnak bizonyos hozadéka. Nagyon sokáig foglalkoztam kerámiával, kerámikus is a szakmám, de abból igazából a szobrászat érdekelt a legjobban. Magával a fa szobrászatával. Körülbelül 11 éve foglalkozom, láncfűrészes faragással pedig 8-9 éve, és igazából a fának a szeretete volt az, ami egy kicsit jobban az emberhez közelebb, úgy meg én is nyilván vidéki vagyok, nem most költöztem tehát 3 éve költöztem Balázsjára, de én is igazából falusi vagyok. Tehát, hogy közel áll hozzám a természet, így nyilván a fának az anyaga is közelebb áll hozzám, és könnyebben beszerezhető. Mi volt az első, amit készítette? Sikerült felmenetek, az a rókaszobor, amit kihoztam bentről, tehát igazából őt megtartottam, ő egy nagyon jó emlék arra, hogy hogyan indult ez a láncfűrészes faragás. Más szobrokat csináltam már, de ő a láncfűrészsel készült első alkotásom. Miből készítesz főként ilyen fafaragásokat? Mely anyagok, amiket szeretsz leginkább?
Változó igazából, mondhatom azt, hogy láncfűrésze szobrászként mindenféle anyagból, tehát bármilyen faanyagból lehet szobrot csinálni. Nyilvánvaló van, ami kül- és beltérre jó, beltérre inkább a puha fákat, kültérre pedig a keményebb fákat. Én személy szerint a diófaanyagát nagyon szeretem, de mellette, amit nagyon szeretek faragni, az a tölgyfa. Nyilvánvaló, vannak méretek, amihez nehéz hozzájutni, de átlagban tölgyfa az, amit nagyon szívesen faragok. Többféle anyaggal dolgozom, nyilván a szobrászatból az agyag is jön egy kicsit, és igazából ez szokott az anyaga lenni, mert nem annak a fajta szobrászatnak, ami mondhatom azt, hogy szinte párhuzamosan működik egy kicsit a láncfűrészes faragással. Műkőből készítek szobrokat, amelyeknek először a magját megmintázom, utána egy speciális öntőforma készül róla, és ebben az öntőformában pedig műkövet öntünk bele. Milyen témákban készítesz ilyen fafaragásokat, és hogyan is találnak meg téged, és hogyan működik ez az egész, ahogy ti például egy megrendelővel megbeszéltek, hogy akkor hogyan is alakuljon ez? Először igazából állatokat kezdtem el faragni, és nyilvánvaló mindenkihez közel állnak, de minden ember szívéhez közel áll valamilyen állat, és ezekben a témákban kezdtek el megrendelni különböző állatokat, legyen az házi kedvenctől elkezdve, mit tudja, milyen róka, ló, tehát hogy rengetegféle állatot, házi állatot is ugyanúgy faragok, de legszívesebben nyilvánvaló inkább a vadállatokat szeretem, és nyilván mellettem van egy ilyen kis misztikus vonal, amit nagyon szívesen követek, azt nyilván, amikor magamnak nagyon szívesen megfaragom, de az esetek 90%-ában mindig sajnos, mivel kevés dolgot tudok nektek mutatni, ez azért van, mert egyszerűen nincs időm arra, hogy saját magamnak faragjam, mert ha mégis sikerül, akkor az igazából annyira megtetszik az embereknek, hogy nagyon gyorsan mondhatom azt, hogy megválok tőle, mert nyilvánvaló nem csak megrendelésre dolgozok, de az esetek 99%-ában mondhatom azt, hogy megrendelésre dolgozom, és most mondhatom azt, hogy már egy 2 éve körülbelül 1 éves a várólistám. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy aki most megrendel tőlem egy alkotást, az következő év ilyenkor tudom számításba venni, hogy akkor elkészülhet az alkotása. Kisebb munkákat tudok igazából beiktatni, tehát, hogy vannak nagyobb megrendeléseim, amiknek nyilvánvaló határidőre eleget kell, hogy tegyek, mellé szoktam kisebb munkákat beékelni, de jövőre tervezem, hogy kicsit több időt fordítok arra, hogy a saját udvaromban lévő szobroknak a mennyiségét is gazdagítsam, mert nyilván egy kicsit kevés van, így szeretném egy kicsit ennek a láncfűrészes, vagy magának a munkának, tehát amit képviselek, a fa szobrászatnak egy kicsit látszatát is adni annak a tetit a helyszínen, ahol lakom. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is zajlik ennek a faragásnak a folyamata, főként fával, mivel azt mondtad, hogy azzal szeretsz leginkább dolgozni. Így van. Igazából, ha van lehetőségem olyan méretű faanyagot beszerezni, mint amit a háttérben látunk, tehát rendszerint nyilván tölgyfa, de bármilyen nagyobb méretű és keresztmetszetű fát nagyon szívesen faragok, akkor van úgy, hogy betárazok különböző mennyiségű faanyagot, de van például az, hogy amikor megrendelnek tőlem, akkor speciálisan keresem azt a megfelelő faanyagot, mint például a háttérben, ahogy látjuk, a rénszarvasoknak és a Mikulásnak is speciális méretű fa kell. Igazából is van, amikor ezt nagyon nehéz logisztikázni, hogy amikor egy nagyobb megrendelés van, mert nem csak nyilván állatokat, hanem szentektől elkezdve emberalakokon keresztül mindenféle, most például jövőre lesz egy nagyobb medvém, tehát hogy rengeteg igazából megrendelésem van nagyobb méretű szoborra is, nehéz igazából ezeknek az anyagoknak a beszerzése, de amikor megvan maga az anyag, akkor igazából úgy kezdődik egy folyamat, itt most látszódik, hogy van adva van egy nagy rönk, amit különböző méretű láncfűrészekkel elkezdek lebontogatni. Tehát, hogy egészen körülbelül 80%-áig, vagy 85-90%-áig, ha nagyobb méretű szoborról van szó, szinte láncfűrésszel lehet megfaragni majdnem minden egyes részletet. Ha például már kisebb részletekre van szükség, akkor különböző féle marógépeket, csiszológépeket használok a végső megformálásában. Láttam, hogy elég sok szobrod van, aminek színeket is adsz, erről mit tudhatunk, erről beszélsz egy kicsit. Igazából ez párhuzamosan jött ezzel a fafaragással, mert egy ilyen kísérletezést csináltam pont az első láncfűrészes szobromon, hogy hogyan lehet úgy megszínezni a fának az anyagát, hogy a fa jellegesen veszítse magát a textúráját, hogy lássuk azt, hogy fa, és hogy nyilvánvaló maga a faragás is hogy válik el egymástól, és ezt különböző kísérlet, hosszú évek kísérletezése, hogy milyen anyag az, ami igazából megmarad úgy a fán, hogy a kültéren UV álló is legyen, meg
meg ne ölje meg gyakorlatilag a fának a jellegét, és nyilvánvaló ez már ez az utolsó mechanizmus a magának a szobor készítésének. Van, aki nyers, tehát hogy valaki naturban kéri a szobrokat, de az esetek nagyon nagy százalékában, aki megkeres, tudja, hogy festem a szobraimat, és szándékosan keres meg azzal, hogy olyan jellegű szobrot szeretne, amit nyilvánvaló ki is festünk. Nyilván itt mondhatom azt, hogy van egy kicsit, ez a festés is már egy egyedi stílusnak számít. A másik, ami egy kicsit egyedi védjegyem, hogy nagyon szeretek bizonyos részeket a szobornak kiforagni, olyan szegmenseit, amivel szeretem egy kicsit, hogy is mondjam, a nézelődőt irányítani, tehát hogy a tekintetét irányítani. Ezért van az, hogy nagyon szeretek realisztikusan faragni, és igyekszem esetek 90%-ában realisztikusan faragni, és nagyon szeretem a szem és az orr környéki részeket, legyen az ember, vagy állat, vagy bármilyen lénynek a faragása kibontani, és ezzel a festés technológiával, kísérletezéssel próbálom meg életszerűvé tenni magát az anyagot, úgyhogy gyakorlatilag sokszor kapom meg azt a nyilvánvaló a megrendelőktől, vagy akik megvásárolják a dolgaimat, hogy nagyon életszerűen tudom ki is festeni ráadásul a dolgokat, mert nyilván ezt is tanultam, tehát ez egy ilyen kísérleti mixelés, gyakorlatilag egy ilyen szobornak a kivitelezése, és ez a festés, ez mondhatjuk azt, hogy ez egy kicsit egyedivé teszi magát az alkotást, és jobban életszerűbbé teszi. Volt-e már olyan a munkáid között, amit nagyon nehezen váltál meg, a emlékezetesebb, vagy ami közel állt a szívedhez? Nyilván azokat az alkotásokat, amiket az ember először elkészít, ahhoz nagyon ragaszkodik. Azt hiszem, másfél éve volt olyan, mert igazából abból a szempontból, hogy a rókát megfaragtam, az volt az első szobrom, de őt igazából egy kicsit füllentettem, megelőzte egy páva szobor. És ez a két szobor nyilvánvaló egy olyan szobor, amitől nem válok meg. Nyilván ehhez ragaszkodik az ember, mert csak az első, egy kicsit olyan, mint hogyha az embernek a lelkének egy darabja benne lenne ebbe. És nyilvánvaló, tehát hogy az ember, vannak olyan helyzetek, amikor meggondolja, hogy nem eladtam gyakorlatilag magát a szobrot, hanem elajándékoztam. Tehát volt egy kedves megrendelőm, akik nagyon sokat rendeltek tőlem, és az ő születésnapjára próbáltunk valamit adni. Nem titok, kikerült külföldre, nem maradt itt nyilvánvaló Magyarországon, és ez a páva szobor ettől nehéz volt. Tehát több hétig fontolgattam, és hogy odaadjam, ne adjam, de aztán végül megváltam tőle, és idén volt egy olyan szobor, ami nagyon közel állt a szívemhez. Most egy kicsit több idő maradt faragni, tehát hogy volt olyan faragás, amire több időt tudtam szánni, kicsit vontatottabb volt, több héten keresztül készült, annak ellenére, hogy gyakorlatilag ezekben a szobrokban csak pár nap munka van. És annyira megszerettem, mert maga a karaktert is én találtam ki, ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, egy mesebeli, egy ilyen misztikus lény, egy ilyen gombaapót faragtam, kis sétapálcával a kezébe, itteni anyagból, tehát hogy amit itt ki kellett vágni, feszélyes fa, és abból készült, és annyira szerettem, tehát annyira hozzá közel állt a szívemhez, hogy ugye kiraktam, feltettem az internetre, akkor mindenki ezt akart, és mondtam, nem válok meg tőle, és megrendeltek egy ilyen szobrot. És annyira szoros és feszített a határidő igazából, amit nyilvánvaló az ember vállalkozóként saját magának időzít be, hogy egyszerűen megrendelték a szobrot, és születésnapra kérték, és egyszerűen nem tudtam kivitelezni. Mert kétszer ugyanolyat nem tudok csinálni. Hasonlót csinálok, de inkább törekszem arra, hogy két ugyanolyan szobrot nem készítek. Ez egy ilyen szabad művészeti dolog, nem sorozatgyártásban dolgozom, hanem nyilvánvaló, amit az én eszem kiad gyakorlatilag, vagy kitalálok, azt alkotom meg. És ettől és mivel nem tudtam eleget tenni, és egy kedves barátom is volt, aki kérte tőlem ezt a megrendelést, és nem tudtam eleget tenni annak, hogy kifaragjam neki, és odaadtam azt a szobrot. És akkor mondtam páromnak, hogy ez a szobor, ugyanannyira ragaszkodtam hozzá, mint ahogy gyakorlatilag az első szobromhoz, hogy vannak olyanok, amiket én találok, és nagyon közel áll a szívemhez, és nem szívesen válok meg tőle, de valami úton, módon nyilvánvaló, ha nem is készakarva, de azért nyilvánvaló odaadom valakinek. Mi az, ami motivált téged igazán ebben a fafaragásban? Igazából, hogy is mondjam, mindig van motiváció, mert hogyha nem maga egy gondolat, akkor maga egy fának az anyaga. Most ebben az évben sikerült nyilvánvaló egy olyan rönköt szereznem, aminek a gyökere is ide került, és vannak olyan faanyagok, amik inspirálnak. Nyilvánvaló számomra az a legfontosabb, hogy saját magamat is minden egyes munkával úgymond túl tudjam teljesíteni, tehát saját magamnak a fejlesztése.
az, ami igazából nekem cél, meg az, hogy gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ez munka, de azt csinálok, amit szeretek. Kvázi így nem is munka az, amit csinálok, hanem gyakorlatilag egy ilyen nagyon jó kikapcsolódás, és megtanulja az ember az évek folyamán, hogy ezt az alkotói érzést, amit készít, hogy nem csak a saját munkámba, hanem a másoknak készült munkába is bele lehet gyakorlatilag ültetni, és az inspirál nyilvánvaló, hogy egyre jobb és jobb legyek. Tehát minden munkám, tehát sosem elégszem meg a munkámmal, ezt mondhatom. Tehát, hogy minden, tehát meg kell tanulni abba hagyni egy munkát egy bizonyos fázisnál, ezt is nehéz több év alatt lehet megtanulni, hogy ne akarjak minden egyes részletet annyira mindig görcsösen megalkotni, mert akkor elvesz magának az alkotásnak a szellemisége, hogy könnyűszerrel és gyorsan lehessen egy ilyen munkát elkészíteni, és igazából az motivál mindig, hogy jobb legyek. A kialakult helyzetre való tekintettel a tavalyi év adventi jótékonysági hangversenyének egy részletét tekinthetik meg a következőkben.
Az előbb odasúgtam polgármester úrnak, hogy milyen jó lenne, hogyha vágyainkat megénekelve mindig ilyen szépen teljesülnének kéréseink, eltelnagunk fényességet, üzzet a sötétséget, és azonnal világosság lesz a templomban. De ahogy Józsi bácsi említette, valóban mi az isteni fényessége, a lélek fényére, világosságára vágyunk mindannyian, hogy fény legyen bennünk, és másoknak is, mások számára is fényt támasztunk. A katolikus kincses kalendáriumban érdemes megvásárolni, mert jó viccek vannak benne. Olvastam egyet, ami arról szól, hogy a tanítónéni az iskolába a gyermekeknek az ige időket tanítja. És magyarázza neki, én ajándékozom, te ajándékozol, ő ajándékoz. És kérdezi Móriczkát, hogy na Móriczka, ez milyen időben van? Móriczka azt válaszolja, úgy karácsony táján tanítónéni. Igen, karácsony valóban az ajándékozás ünnepe. De nem azért, mert mi megajándékozunk egymást, hanem elsősorban azért, mert Isten ajándékát köszöntjük Jézusban. Karácsonykor Isten nekünk ajándékozta az ő fiát, Jézust. Isten nem valami elektromos kütyükkel és mindenféle 21. századi extraságokkal küldte a fiát az ő világba, hanem üres kézzel, üres zsebben, de szeretettel teli szívvel. És ezért olyan megható ez az ünnep, ez a karácsony, talán picit olyan érzelmős, mert mindannyian vágyunk erre a szeretetre. Hogy valaki odafigyeljen ránk, hogy valaki számára fontosan legyünk. És most, amikor megnyitották a gyermekek a negyedik gyertyát, az a gyertya a szeretet gyertyája. És a szeretet az azt jelenti, hogy valaki elfogad bennünket, valaki fontosnak tart bennünket. Valaki feltétel nélkül szeret minket. Úgy, ahogy vagyunk. A szeretetnek csak akkor van értelme, hogyha nem méricsik, hogyha nem vállalt, hogyha nem tesz különbséget. És karácsonykor ezt a feltétel nélküli szeretetet kérjük. Isten az ő fiát nem csak a jókhoz, nem csak a fokosokhoz, ügyességhez és szépekhez küldi, hanem mindenki. És ilyen értelemben karácsonykor mindenki megajándékozott. Minden egyes ember, az is, akinek üres a zsebe, az is, aki az életét elrontotta, az is, akit mások megvetnek, lenéznek és kifezesítenek, az is, akinek valamilyen oknál fogva menekülnie kell, az is megajándékozott, aki valamilyen szenvedélynek, káros szenvedélynek a hatása alatt áll bárki. Mert az Isten az ő fiát mindenkihez küldi. Kívánom ennek a feltétel nélküli szeretetnek a megtapasztalását. És kívánom azt is önöknek, hogy a ünnepek elmondával is ez a szeretet vezérelje és irányítsa az önök életét. Hogyha ez így lesz, akkor hiszem azt, hogy életünk minden napja karácsony lesz. Boldog karácsonyt kívánok! Advent alkalmából ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki 4 mesével kedveskedett a gyerekeknek. Ebből a 4. tekinthetik meg a következőkben. Mese a szeretetről. Volt egyszer réges-régen egy sziget, ahol az emberi érzések és tulajdonságok éltek. A vidámság, a bánat, a tudás, a gazdagság
és még sok más is, így a szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget elsüllyed, ezért nekik el kell hajózniuk a világba. Valamennyien előkészítették hajóikat, és elhagyták a szigetet. Egyedül a szeretet akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a sziget teljesen elsüllyedt volna, a szeretet elkezdett segítségért imádkozni. Ekkor a gazdagság egy luxus hajón úszott el mellette, és a szeretet megkérdezte: gazdagság, el tudná vinni magaddal? Nem tudlak, felelte a gazdagság. A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt már nincs hely számodra. Ezután a büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a szeretet felé, így őt is kérlelni kezdte. Büszkeség, kérlek, el tudnál vinni engem is? Nem, szeretet, nem tudlak elvinni. A hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek. Így hát a szeretet nagyot sóhajtott, s amikor meglátta a bánatot, így őt is megkérdezte. Bánat, kérlek, vigyél magaddal? Ó, szeretet, mondta a bánat, ha tudnád, én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell maradnom a hajómon. A szeretet lemondóan elfordult, s ekkor megpillantotta a vidámságot közeledni. Oda szaladt hát ismét a parthoz, és kiabálva kérlelni kezdte, de a vidámság gyorsan elhúzott a szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan boldog volt, hogy észre sem vette szeretetet, meg sem hallotta a kérését. Szeretet teljesen magára maradt, s ekkor hirtelen megszólalt egy hang. Gyere, szeretet, én elviszlek téged. S a szeretet látta, hogy egy öreg ember szól hozzá. Szeretet annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg ember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, mikor már újra biztonságban volt, de megkérdezni tőle már nem tudta, mert alig értek partot, az öreg már is tovahajózott. Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért felkereste a tudást, s kíváncsian megkérdezte tőle. Tudás, meg tudod mondani, hogy ki segített nekem? Ó, persze, az idő volt, felelte a tudás. Az idő, kérdezett vissza a szeretet. Vajon miért segített rajtam az idő? S a tudás válaszolt. Azért, mert egyedül az idő tudja, és csak is ő segíthet megérteni, mennyire fontos az emberek életében a szeretet.